Na, de itt is jönk a Layers of Fear 2-nek a folytatása, vagy ide, hogy visszajöttünk kalózkodni, és abszolút semmi hangja nincsen a játéknak valamiért szerintem. Hallom már, azt kell, hogy mondjam. Itt vagyunk az utolsó... Bloody Roots. Ennyi volt hátra ebből a fejezetből? Szó szerint itt voltunk a fejezetnek a legvégén, és tehát... Na, azért csúnya volt, basszus, visszapattant a fejemre, megütött a... Ma megint... You are alone. Ma megint... A Bogus Bintires fotó, jó, nem baj, megtartjuk. Menjünk! Egyre rosszabb kezd lenni ez a szoba is, az őszínét megvalva. Ó, szakad az eső, oké. Beszéltek valamiféle viharról, ami tehát érkezik errefelé, úgyhogy gondolom, tehát az ez. Karakter. Egy ház megépült falakból, és egy otthon viszont félelmekből és álmokból épül fel. Ha te mondod, akkor úgy legyen, ahogyan te szeretnéd szerintem. Én nem akarok ebbe belemenni. Ez változott ez a szöveg, vagy ez maradt ugyanaz? Változott, és tehát azt írja, hogy mi a franc történt? Azt hallottam, hogy a rendező nagyon ideges, éppen arra készül, hogy igazából lelője az egészet a francba. Úgy tűnik, hogy a kettőtöknek teljesen más meglátása van, hogy kinek kellene a főszereplőnek lennie. Nagyon-nagyon remélem, hogy tudod, hogy mit csinálsz, barátod és az ügynököt. Tehát jó, én szerintem tudtam, hogy mit csináltam, nem találtunk több ilyen papírt viszont. A szomorú. Hát jó, én felviszem ezt a szutykot és megnézhetjük akkor ezt is. Itt vannak az extra tárgyak. Igen, találtunk egy piát egy Rubik kockában és ennyi, semmi mást. Ez a szoba is változott méghozzá nagyon. Más lett neki az atmoszférája, nem? Vagy kisebb lett az egész szoba? Nem tudom már. Nem tudom már, ez is változott? Egyébként kiég a szemem. Építs fel a karaktert, nézz bele a kontextusába, a hátterébe. Mi hozott ide engem? A jelent, a múlt gyökeresztette. Oké, jó, még mindig eléggé benne még ebben a beszívós témában. 1, 2, 3 és tehát 4. Tehát akkor két fejezet van már csak hátra elméletileg ebből, és akkor van még egy ugye az írói, akivel... Hát haladunk, de tehát csak részbe. Nézzük akkor a harmadik fejezetnek az elejét. Egy fejezet általában egy óra szokott lenni, nem tudom. Tegnap kikresett a Premiere Pro. Vágás közben fél órát elvesztettem. A reason for their escape. They didn't dare look back. But their past fueled them for years. They harnessed it without remembering. They transformed fear, anger, and despair into art. The art was called outstanding, haunting, unforgettable. But they did forget. They did their best to forget. And when they weren't looking, their past entangled them, bound them. Their roots suffocated them, pulled them under, away from the air and the light. They had to cut them away. Only then could they be truly free. Ezek a kazetták, ezek még mindig olyanok, mint hogyha egy ilyen kínzásként így, hogy valami baromságot etessenek az ember fejébe, így kifeszítik a szemeidet, hozzákötöznek a székhez, és úgy mutatják neked, hogy ez van, ez így van, pont. Még mindig úgy tűnnek ezek a dolgok, és máshol leszünk? Nem máshol leszünk. Miért nem leszünk máshol? Kimenj, hát ezt nekünk hagyták itt, basszus, hát akkor ilyen megbocsássatok. Oké, nagyon benni ennénk machine beütése van, ez micsoda? What are you doing? Here, listen. Be lehet hallani az óceánt. But how does it do that? A sea couldn't fit in there. It's the spirit of the sea. It captured its strength, its calm, its freedom. So it can live on forever. Mégis igaza van, ez mindig is lenyűgözött engem is, ezek az ilyen kagylók gyakorlatilag, hogy tehát lehet benne hallani az egész tengert. Egyébként elvette a játék a lámpámat. Nincsen lámpám, nem tudok semmit se csinálni, és ez a bendis effekt van a képernyőn, ugye ez egy kézzel rajzolt effekt. Na! Na! Oké, csak sikerült, basszus. Most vágod fejbe ebbe a játékba, ebben a részben másodjára valami, de én itt lemegyek. Mi ez a Hello Neighbor ház? Abba voltak így megdőlve a dolgok. Ez a folyosó ez eddig nem volt itt szerintem, ez nyílik? Nem, de hogy is nyílik, miért is nyílik? Na jó, akkor eljövünk errefele. Ez tényleg valami nagyon-nagyon durva Hello Neighbor ház. Én nem tudom, hogy mi történik, én megint csak úgy érzem, mint hogyha belennék szívbe a játék közbe.
Ez gyanúsan hasonlít a Layers of Fear 1-es ház felépítéséhez. Arra felvezet minket az utunk, de jó, akkor megyek arra fele, akkor nem szólok be a játéknak, hogy nem arra. Nem kérünk rádiót, köszönöm szépen, idehoz minket az X. Konyha. Oké. Okay. Papíros az mit ír? Átküldök hozzád egy új kazettát holnap. Kalózfilm, tudod, hogy szeretik őket. Azt hallottam, hogy a jengek szeretik őket, nem tudom mi az a jeng. Adj neki egy nézést, több levetítés azt jelenti, hogy több seg lesz a székekben. És még több indok, hogy füzesselek téged. Jó, ez érdekes megfogalmazás, viszont itt van a konyha. Layers of Fear 1-ben nem itt volt a konyha, come, szerintem. Faithful servant, for tonight we brew a ghoulish concoction. Gulyás! Ja nem, ghoulish, bocs. Azt hittem gulyást csinálunk, mondom, mi? Ja, ide fel kell állnom, oké. Okay. Megplacsoktatjuk, meg kell nézni, eléggé melege végül, és én is így szoktam megnézni, így belenyúlok. Barley a... Megbocsássatok, elvette a figyelmemet bal oldalt az a rajz. Barley az ágyus, sokat eszik. Nagyon sokat. Olyan kerek, mint egy ágyugójó önmaga. De egyszer majdnem kilőttem magát egy ágyúból. Hogy mi van? Nagyon durva lória volt itt ennek a bárnak. Jó, hát akkor kukolni megyünk szerintem, valamit főzőcskézünk arra visszafele. Ó! Ó, és visszaáll ilyenkor. Ha, érdekes, hogy tehát azon kívül, hogy az a fekete-fehér effekt volt a képernyőn, azon kívül adtak nekik színeket. Elviszem ennek az úrnak a... az agyát. Seasoned by sadness. Burnt from within. Ravaged by madness. Rotten with sin. Ja, ez ilyen banya a mágiának hangzott basszus, ami előtt főzik, ilyen, nem tudom, békabeleket beleraknak, meg mindenféle baromságot. Szia uram, te meg vagy? Te is adsz nekem valamit? Ott látok egy szőrtelenített patkányt. Vagy micsodát, szia. Hollowed by longing, hardened by loss. Felállt a háttérben az úr. Once polished, has lost all its gloss. Mi ez a steampunk stílusú szív? Szia, a Palinak egy kicsit balta van a hátában. Megköszönném, hogyha nem kergetnél engem, jó? Köszönöm. Jó, hát hoztunk egy steampunk szívet, az remélhetőleg elég lesz. Nem, mi nekünk több kell szerintem. Jövök ide is. Meg lehet, hogy mégsem jövök ide. Megvárjuk, mi történik. Enni mész ezt a szutykotot? Jöhetek közelebb? Van kiutam? Van kiutam. Azt szerintem közelebb jövök. Torn up by conflict. Medvének a keze? Flawed on the surface, warped to its core. Ha te mondod... Jó ét. Pont, ezt is, nem. Ez is neki jel minket basszus követni. Nem. Ilyet nem játszunk. És errefele? Az pedig zárva van. Jó, akkor menjünk vissza, főzzük össze a kezet, az aggyal, meg a szívvel. És csináljunk akkor egy, hát nem tudom, most egy karaktert kukolunk, vagy micsoda, hát előbb a kezet belerakjuk, jó? Aztán az agyat, rendben, és utána mit rakunk bele? A szívet, az utolsó dolog. Látom. The beast. It's awake. Összetörött, oké. Okay. Én átfutok oda, szerintem nem akarok meglátni balról és jobbról ilyen urakat, akik kergetnek. Nem. Mi? Hát ez meg úgy néz ki, mintha valamit szívtam volna. Ha. Look, és vissza... Father screening the Black Wanderer. Ha. Most vetítik a izét, a fekete vándort. Aki a Lily volt, ugye? Ha. Basszus, de jó. Vetítik, mondjuk... nem tudom... Oké, megyek. Még nem tudom, miért szerették ezt annyira az emberek, hogyha tehát szó szerint négy képkockából állt gyakorlatilag az egész film. Nem tudom, miért néznéd ezt. De jó. Akkor én szerintem visszamegyek, a hálószobáról volt szó. Az meg lehet, hogy baj, hogy nem tudunk arra felmenni. Merre fele kell akkor? Ez megint csak egy olyan hely lesz basszus, ahol van egyetlen egy darab dolog, amit meg kell... Le tudom húzni ezt a szer... Hát akkor meg miért nem erre fele jöttünk eredetileg basszus? Hát ez egyértelmű volt, hogy inkább erre fele kéne jönni. Jó, akkor visszamegyünk szépen a hálószobát megnézni. Lejjessünk. És ez hol rak ki minket? Egy töltőképernyőn. Meg vagyunk betöltött, bárminek is kellett betöltenie.
Eléggé sok panaszt hallottam a hangokról, a teraszról. Az emberek félnek, hogy le fog szakadni az a szutyok a fejükre. Mondtam nekik, hogy inkább zárják el azt a helyszínt. Alig tudja megtartani saját magát az a szutyok. Oké, szerintem mi nekünk meg kell majd látogatni ezt a teraszt, legalábbis ahogyan ezt a játékot ismerem. Természetesen megint csak én leszek oda küldve az ilyen helyekre. Szóval én beleegyezek nyugodtan, tehát hogy ami... Na, ezt nem szeretem, te is tud... Jó, meg vagyunk, oké. Visszatértünk gyakorlatilag, igen, ugyanott vagyunk, megint csak a Hello Neighbor hely. Don't step into the light, or he'll see you. Nem fogok a fénybe lépni. Hova kell viszont a... Miért erre felmutat? Nem ide kell a kulcs. What? Erre? Mi van? Kezdik a hangok körül. Ne már, olvasni akarok. Az elismerése képpen a szolgálatában, ami az volt, hogy ugye dokumentálta a csatában a nyugati fronton harcoló embereknek a azt, amit csináltak, gyakorlatilag a háborúban dokumentálta ezt a cuccot. Kapott ez a, akinek nem tudjuk a nevét, mert ugye unintelligible name, tehát nem tudjuk a nevét, kapott egy ezüst háborús érmét. Viselt büszkeséggel, és tudd, hogy elvégezte a feladatodat a királyodnak és az országodnak. A dekorációs szertartás január 5-én fog véghez menni. És megint csak, tehát még csak azt se tudjuk, hogy ki írta alá. Bárki is írta alá, viszont a főnöknek az oldalán volt, mivel tehát onnan kaptuk a jegyzést. Szóval nem szabad fénybe állnom. Elméletileg. Tehát oda nem állhatok? De nem nagyon befolyásolta a fény úgy nagyon. Nem ennek követ a feje engem, basszus, nem? Az nekem nem tetszett, az bármi is akart lenni, ez valami... Ez csak egy random kis kép, de eléggé össze van folyva a kép. Valami 11 megint, és nem látom, hogy mi volt. Meg lehet, hogy ez egy polaroid fotó, ami túl sok napfényben volt, vagy... nekem kell megjavítanom a... hát ez nem odaillik ez a száj. Az határozottan nem odaillik, az valahova máshova megy szerint. Nem? Ha megint? Fel tudok én oda valahogyan menni? Igen jó, hogy itt hagyták nekem a családi sámlit. Neked jön ez az arc, nem? I told you to hide it. I told you to keep it safe. How could you let him take it? It's all we have left of her. Belőle most már csak You ennyi. Have to find it. You have to take it back. Find it. Bring it back. Megvan. Ás. Royal Flush-on van, én nyertem. You have to find it. You have to take it back. Jó, mindjárt hozom vissza, várja. Szóval, na várjunk, vegyük át, hogy mi van. Van ez az arc, ezt rá tudjuk rakni rád is. Little scum. You were always bad luck. A blight upon this family. Tessék, meghoztam neked az ászodat. Adsz nekem ezzel egy tükröt. Ez egy fotó. Fotót adott nekem valakiről. Jó, abba adhatnánk egymásnak a szitkozódását, olvasni szeretném ez gyönyörű rajz mellett. Delia át van húzva az, hogy a front ember, és át van húzva arra, hogy a... Hát a front... Ugyanúgy ember, magyarban nem különböztetjük meg itt a nemet, amikor azt mondjuk, hogy ember, magyarban az ember az mindkét nemű. Ő nagyon szereti a fiúkat, és a lányokat is. Nagyon barátságos, meg lehet egy picit túlságosan is. Én nem tudom, én nem ismertem Delilah ott. Jó, ez egyértelműen egy ilyen egyszobás puzzle-ről van szó. Hova lehetett még valamit rakni? De neked ide tud... Ja nem, onnan szedtük le a száját, jó. Egyértelműen egy egyszavas puzzle-ra van szó, tehát gyere, visszarakjuk neked az arcodat. És... Tudom, ide hoztam ezt. Jó, hogy ez egy nyaklánc. Nem fogom hagyni, hogy elfeledjék. Oké, meg lesz. Nem. Ennyi? Az a baj, szerintem végeztem, én nem nagyon látok több dolgot, amit el tudunk innen hozni. Ja, most oda kell az arc. Oké, akkor most ezt levesszük rólad, és ide rakjuk erre az ajtóra. Weak, useless, no good to anyone. It's like I was never there. It would have been better if I was never there.
Miket beszél az úr? Miket jeppel? Szerintem én jövök errefele. Ez határozottan úgy néz ki, mint egy hely, ahol futni. Nem, nem kell futni, de én azért futok. Miért vannak ilyen helyek egy... Be quiet. Just watch. Oké. Mit vetitek? Father will be leaving the projection room soon. Oké. Pince, ott tudom már, hogy mi a téma, ott tudom, mi már van. Arra mehetünk szerintem. Megint csak töltőképernyő lesz, az a baj. Nem tudom, de nagy valószínűséggel töltünk. Miért? De mit tölt? Hát ugyanarra a mapra rak ki, ahol vagyunk. Eszem nincs hozzá, hogy a Layers of Fear 2-ben mi értelme van a töltőképernyőknek, mert... Eddig is töltőképernyők nélkül futott az egy is, főként. Szép napot. Ah, most nem vágott pofán. Most meg nem tudom mondani, mi történt. Most valahogyan így összepurultunk, de... Muszáj nekem ide lejönnöm? A pincében van ez a hatalmas nagy szörny, hogy hol a francba? Ez nem nyílik, oké. Okay. Az meg, hát... Ja. Akkor... Oké, okay. Azt mondták, nem léphetünk a fénybe. Mert ő ott látni fog. Igen, látom, és neki állt okádni a tüzet. Mi van írva? Kedves férjem, ami a kiállításaimat illeti, a doktor még mindig optimista marad. Csak azért fél, mert nehézségeim voltak, amikor megszültem Lilit, és meg lehet, hogy néhány komplikációhoz vezethet, de még mindig abban hisz, hogy nagy valószínűséggel esélyes, hogy világra tudok hozni még egy gyereket, és veled az én oldalamon, én is így hiszem. Bevallom, a fájdalmak egyre és egyre erősebbek lettek, de nem fogok panaszkodni. Ahhoz hasonlítva, hogy te miken mentél keresztül, az én szenvedélyem sem, említése sem méltó. Örökre tiéd vagyok, és akkor nem tudjuk megint csak a nevét. Tehát akkor szerintem mi itt a szerepét játszottunk. Hol a pince? Ez a pince? Ez tényleg majdnem ugyanaz a házfelépítés, mint a... Tears of Fear 1, valószínűleg. Ja, nagyon-nagyon hasonlít. Mindegy, tehát szerintem mi a szerepét kaptuk a Bélnek ebbe a családba, ahol a feleség írta nekünk ezeket a dolgokat, és a gyerekeket, a gyerekeinket a szerepben halljuk néha. Show yourself, you one-eyed freak! I'll make you wish you had a spare! My hero! Ez nagyon-nagyon egy filmjelenetnek hangzik, valahol megöltek egy kükklopszot, vagy nem tudom, de mindig menjünk le a pincébe, amúgy is pincekulcsot kaptunk. Így is van, hát mi más kaptunk volna basszus, hogyha nem pincekulcsot. When the world becomes too cruel, we look for a place to hide. Nekem megvan az... Can be many things. De... Én ott abba beleférek szerintem. Vagy még nem? Most? Fordulj meg. Nem? Ha? Nem? Mi van? Azt hittem, hogy őt... Whatever you make it. Ja, hogy ő bújik el? Azt hittem mi... Ne... Ha? Ez hogy került ide? Mi a franc történik ebben a játékban? Már még egy fejet le kell szednünk? Hát... Boldogan, miért nem mondtad ki? Silence can be empty. Köszönöm szépen. Szerintem én nekem is hamarosan ide kell majd bújnom. Inkább nyitva hagyom, mert szerintem én is hamarosan oda kell, hogy bújjak. Etek tovább. Aha, leszettünk még egy fejet, jó, mehetünk egyre tovább. Itt lesz gondolom majd valahol még egy fej, azt is vissza kell majd vinni. Franc történik. Oké, elmennek. Fix, hogy van itt valaki. A fénylovas, nem tudom mi volt az basszus, hát keresztül szoppantódott a képernyőn, basszus, nem láttam belőle semmit. Kérem a fejet, köszöntöm. Mehetek vissza. Szia uram! Ne ijesztek és légy szíves ilyen árnyjátékokkal, nem vagyok már gyerek, nem hiszek bennük. Kijuthatok? Kérlek mondd, hogy kijuthatok, basszus. Nagyon-nagyon úgy érzem, hogy ezekkel az összejövő falakkal úgy érzem, hogy egyszer csak úgy szimplán nem fog működni, és szétnyelnek a falak. Három magyar igaz... Három magyar igazság! Nem akarom, hogy ez a cucca barátom legyen. Nem hiszem, hogy ő a barátom lehet, basszus, láttad már, hogy néz ki. Félek tőle, most menjek vissza megint? Ez hülye. Hát hova menjek még tovább? Sometimes
better to hide, to let the dark in. Annyira mondják nekem, hogy néha jobb elbújni, hogy folyamat keresem, tehát mindenhol az elbújó helyeket, de nem találok. Találtuk már egy pár, a láda, a ládikába el tudok bújni szerintem, de azon kívül, hogy sehova. God is coming! Quick! Get in! Próbálok, de nem megy! Hogyan? Nem megy bele a karakterem. Nem tudok ugrani. Ha? Egyébként hiányzik a teteje, szóval feltételezem, hogy ennek le kéne lennie zárva. Csak... valószínűleg bugos? Szerintem ez bugos. Én nem tudok ebbe belemenni. Nem lehet ugrani ebbe a játékba, tehát spammelem a space-t. Szerintem én itt meghaltam, mert én ebbe nem tudok belemenni. Ne, tehát nyomom a W-t, nem víz bele, hátra fel sem víz bele, Google-ba sem víz bele. Szóval nem is tudom, hogy mondjam el, rossz hírem van. Utána kerestem, és ez egy ismert softlock a játék kiadása óta. Ami azt jelenti, hogy újra kell játszanom az egész fejezetet, és egy nagyon-nagyon specifikus módon kell ezt a részt kivinni, különben nem fog működni. Nem szabad megfordulni, amiután felvetted a fejet. Rá kell hátrálni erre a lépcsőre, és utána fogja engedni, hogy beleragd. Mikor jött ki ez a játék, és miért nem javították ezt ki? Ezt nem értem, és ez most ide rak vissza, basszus. Szóval a negyedik fej, let's go, azt mondták, próbálj meg néhányszor lecsukni a ládát így előttem. Nem tudom, a fekete mágiát kell elvégezni, basszus, hogy működjön ez a játék, beszarok rajta. Na figyeld, kinyitjuk. Igen, megtörténik ez ugye. De tök mindegy, mert tehát e felé kell menni. Igen, na és akkor most tehát az lesz, hogy megvárom, addig elcsöndesedik a dialógus. Nem vesszük fel a fejet egyből. Várunk. Elveszem. Hátrálok. Fenn vagyok a lépcsőn. Megfordulok. Quick, get in! No, please. I said, get in. Olyan egy furán specifikus sorrendet kell követni, hogy működjön ez a rész, hogy ez nem igaz. És nagyon szépen köszönöm a fórumoknak, amiért ezt leírták, mert én erre nem jöttem volna rá magamtól. Vagy tehát azért kiválasztatok egy fejet? Ja nem, ő csak ott flexel, jó? Figyelj, Pali, toljad neki tovább. Hush, it's already started. Ah, bocs! Mit vetítenek? Karib-tenger kalózai, meg a hét szent is van fejű sárkány? Mi a franc ez? Mit kapunk? Gyerekszoba, ez miért ilyen? Miért ilyen pixeles? Minden más olyan retek magas felbontás, olyan 4 meg 16K-s. Oké, ez egyetlen egy kulcs volt, eddig szerintem az... De azon is csak a tükröződés. Nem tudom. Így a fém effektus ilyen pixeles volt rajta, megint csak töltőképen, oké, nem baj. Ez legalább azt jelenti, hogy kapunk itt is egy mentést. Ó, bábu! What is that thing? I thought I knew, but now I'm not sure. Oh, Jimmy, it has to take shape in your head first. Otherwise, it'll just stay formless. Úgy néz ki, mint egy szörny egy amnézia játékba. Legalábbis én így ezen az oldalán így azt látom, ezt az ilyen hosszúkás, így elnyílt szájat, mint hogyha valami amnézia szörny lenne, ez. Innen valami ki fog nyúlni. Kéne valaminek lennie, vagy tehát csak annak a két szemnek? Szerintem meg lehet, hogy ott kéne valaminek lennie, nem csak két szemnek. Egyébként az normális, hogy én nekem nincsen hozzáférésem itt a lámpámhoz? Tehát itt kéne lennie zseblámpának egyébként, vagy... tehát ez bug? Vagy ez műkszik? Mármint, hogy jó, tudom, hogy nem műkszik, bro. Mindegy, akkor menjünk a gyerekszobába. Random fotó Slendermanről az mit megy? Merre fele található a gyerek? Mi van? Hogyan esik be az eső? Na várjál, itt nem matekozódik a matek. Merre felmenjek itt? Fel tudok mászni? Ó, oké. Oké, ez barátságosnak néz ki. Ez ténylegesen egy gyerekszoba, tehát unironikusan. Mondjuk nem tudom ezt a random faszit a szoba közepén egy karddal, de... Ja, úgy valahogyan erről beszéltem, de... Nem állít meg abba, hogy tovább megyek. Yep, jó, felveszem. Flintnok pisztoly, haló? Belenyomtam a fejemet és idejöttünk. Cursed you and your mutinous puppets. I will not make this easy for you.
If I am to meet my doom today, it will be by your hand. By your action. Yes. Too late to build your character, boy. You wanted to be like me? Shoot! Ennek örült a narrátor. Én a narrátor ellen megyek direkt. Hogyha a narrátor ellen megyek direkt, akkor szerintem meg lehet, tényleg lelövöm a gyereket. I'm waiting. Jó, hát villain vagyok, I guess. Én leszek a... De. Én leszek a rossz fiú leszek. Ezt az en... De. That's right. Don't hesitate. You know, I wouldn't. Yep, így is van. Nem tudom, hogy ezzel rossz endinget vagy jó endinget kapom már, de én ezt az endinget akarom. Nem akarok yes. hallgatni a narrátorra. Show me you're strong. Like me. Így is van. Puff. James lelőtte Lilit? Szerintem itt valami olyasmi történt. Amúgy csak most nézem itt a kalóz ikonokat, basszus. Lili, are you alright? Ja, hogy unironikusan lelőttük Lilit. Lili! Nem lőttük le, él még. Hál' Istennek. I thought you were gone. That's because I was. Well, she is. What? Who I was a moment ago is no more. Now, I can become someone else. Akkor ő most már nem a kapitány, hanem más, mert megöltük a karakterét gyakorlatilag, vagy... Ennek is ugyanolyan komplikált retek lórja van, de imádom, egyébként nagyon jó. Ahhoz képest kifejezetten nagyon-nagyon jól van megírva, hogy ennyire nem értem, mert a végére nagyjából meg fogom érteni. No one will understand you. Ne. Hagyjam a baromságaid, de persze, hogy érteni fognak. Mit vagy idenek? This is the best part. A centrifuga 3000. Ez annól kedvenc filmem volt, basszus. Itt keringenek körülötte, imádom. Zseniális. Mit kapom Come. Most? We can't stay any longer. Ez iroda. Oké, nem maradhatunk tovább. Jó. Szerintem akkor ez azt jelenti, hogy hamarosan vége lesz ennek a fejezetnek, mert az iroda felé az, amíg be kell nézni. Van még egy-kettő ajtó, amit amúgy nem tudtunk kinyitni szerintem, tehát az egész házat fel kell majd fedeznünk egyértelműen. Irodát nézzük meg, hogy az mi. Elfelejtettem, hogy itt mindig van egy ilyen. Iroda! I know. Henceforth, I shall be Captain Baines, the Black Wanderer. Megint? But Captain Baines isn't a girl. Steady your tongue, quartermaster. I can be whoever I choose to be. If your little mind says otherwise, then to the depths with it. Ami ez teljesen fair, tehát hogyha egy lány fiú karaktert akar játszani, nyugodtan elvégre így is úgy csak színészkednek, tehát... Talán nincsen semmi. Nem tudom. Na meg hát gyerekek játszanak, basszus, hát én is mindig izé... Ugye, hogy fel akartam hozni egy példát, hogy én is játszottam úgy spanokkal, hogy lány karaktert játszottam, de az összeint meg nem tudok erre példát felhozni sajnos. A Palworld-ben a karakterem egy ilyen kigyúrt Kratos egy lány hanggal. Ez nem tudom, hogy jön ide. Ezt csak így el akartam mondani. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek a tett alkomra. Oké. Ez a papír, ez mit tesz ki? Midas, a Helmsman, a sapkás ember gondolom? Gondolom valami ilyesmi. Imádja az aranyt mindenek felett. Meg tudja érezni a szagát fél világgal arrébról. Mindig ő vezeti a hajót a kincs felé. Ja, a Midasnak a sztoria az egyébként eléggé kemény volt, valami király, vagy tehát valami magas rangú úriember volt, aki azt kívánta, hogy minden az, amihez hozzáér, az változzon aranyjá, és végül megbánta, mert tehát nem tudott például családtagokkal lekezett, vagy megölelte őket, és aranyjá változtak a családtagok, tehát kaját se tudott tenni, ugyanúgy aranyjá változtak, tehát pénz az volt, de ugyanakkor nem volt boldog emiatt, ami teljesen fair, egy jó sztori egyébként. Komplett páncélt rakunk össze, az egy rakéta? Nem látom, hogy mi van rajta. Az én képernyőmön ilyen vagy? Tehát ez ténylegesen olyan, hogy nincs rajta semmi. Én nem tudom, mi történik. Mindegy. Konnektor? Oda nem? Ott látok egy konnektor darab. Felállhatnak egyébként? Idegesítő, hogy... Úgy. Na és most? Hát mondom, hogy rakétát építünk, basszus. Hol az utolsó darabja? Várjál. Kell még neki egy... Hol le? Mi kell? Egy ilyen nagy... Engerszerűség, igazából az hiányzik most már. Itt van-e? Látom. Mert nem tudom kivenni, ott van, látom.
Hát, tennék el egy kört. Ja, hogy ezt kell kivenni. Oké, jó, van rajta egy kis üveg is, úgyhogy látni fogjuk, hogy ki lesz benne, nem tudom miért. Készen van a rakéta, a kilövésre készen állunk, Baines kapitány. Hogy mentünk kalózoktól rakétákra? Menj! Ó, én nekem kell beszállnom. Basszus, engem lőnek ki az űrbe, haló. My brother. He was always there. Following in my footsteps. Silent. Smiling sadly. Most én irányítom? Like a warm shadow. Menjünk el ezek mellett. Always there. But never really present. Jó, kikerüljük. Ez Subway Surfers egyébként. Ú, basszus, ez nehéz ezt kidobni. Ja nem, mert tehát az meg annyira távol van tőlünk. Jó, ez pofon egyszerű ezeket kikerülni. Jaj! Kettő között el kell csusszanunk. Egy arc? Nem, az egy komplett faszi, ez nem csak egy arc. The stars were already there. At that moment, I knew he had it in him to make 1,000 hearts bleed, 1,000 heads turn, 1,000 eyes weep. My brother, the silent dreamer, dreaming that a day would come when we could leave it all behind. The journey of a lifetime. A light on the horizon. A flame to call his own. Yes, he had it in him. To make 1,000 souls burn. Make them feel alive. Make them live forever. 1,000 lives. But never mind. Never mind. There we were, dreaming ourselves away into the night sky. When we could almost reach out and take it, a cool shade eclipsed the sun. Our dream was gone. Something else took its place. Something vicious. Belement a rakéta. Szerintem az a rakéta volt, amiben nem... Még nem mertett a rakétában mi nézni. Mi van? Szóval... Egy achievementet azért, mert nem mentem neki semminek, amikor az űrben mentünk. Zseniális. Jó, a lámpára remélem, hogy még mindig... Ó! Oh, egy van, kus! Basszus, ez egy kérdés a holnapnak szerintem. Mondjuk nem, még nem, még nem. Hova megyünk utoljára? Tényleg, hogy fogják lezárni ezt? Tehát, hogy... Azt értem, hogy a gyerekek tehát valami egyértelműen játszottak, vagy tehát színészeset játszottak, vagy valami. És nem tudom. Hiányoznak még ilyen egy-egy kis szakaszok a sztoriból, és amiatt nem tudom összerakni pontosan, hogy mi történik, de gondolom, hogy a végén ez benne lesz majd. Lily, what if something bad happens? What if I can't find you? Shh. Listen to my voice. Hold it deep inside, and I will always be there for you. Forever? Forever. Azt most legalább tudjuk, hogy a két gyerek, tehát igenis testvérek voltak. Ezt most már fixre tudjuk, mert tehát volt róluk ugye az a kis papír, amit ugye írt az anyuka, hogy tehát megszült egy lányt, akinek neve lett Lily, és akkor tehát úton volt egyértelműen még egy gyerek. Na, érkeztünk. És erre fele megyünk, gondolom le, és sprintelünk, mert ez látni fog minket. Nem, nem, ja most ott krenkeli, jó. Ide megyünk, szépen. Na csá! Megjöttem a mosdóba, mit látunk itt, az nekem már nem tetszik, az a random gyerek alakzat. Ja, az nekem, na, húzzuk előbb a WC-t, nem? Csapatot már nem tudjuk megengedni. Hát jó, akkor ide megyünk. Aha! Aha! Jó, értem. Volt egy kis beázásunk, bekukkolunk, ugye?
Bekukoltunk a szobába és beérkeztünk, nyomjuk le az basszus, túl magas a villanyszámla. Magasabbra kell emelni a vízszámlát, nem a villanyszámlát. Én nekem miért nincsen árnyékom? Nincs is testem. Én nekem ez nem jár, vagy nem tudom. Se árnyékom, se testem, basszus. Én nem tudjuk lenyomni, nem. Tehát az ott szép, meg minden. Úgy néz ki, mint hogy egy kútból jön neki csáp, de... Mi a franc vetíti azt oda? Nem létezik, hogy ez ennek az árnyéka. Hát ez igazából csak az a középső cucc lenne. Mindegy, menjünk tovább. Nem látom ezt. Nem látom benne. Ó. Oh. Oké. Kevertünk bele még néhány dolgot. Megnyomom, de nem történik semmi. Csapkolódik az egy kis szügyek a háttérbe, de az anélkül is megtörténik. Mi van? Tudunk még mindig kimenni, át tudunk nézni? Nem tudunk át. Mióta van itt egy harmadik ajtó? Az sem nyílik, tök mindegy, mióta van itt harmadik ajtó. Ezeket megnyitva hagyjuk úgy. És akkor egyértelműen ezzel kéne... Valamit beleültetni? Vagy nem is tudom, az őszét megvalva. Nem tudom. Ez zárva ugyanúgy. Szint úgy zár. Lenyomjuk. Ha, lejjebb álltak egy picikét a kedélyek. Habár itt még mindig nagyon öntolják neki, tehát ott még mindig valahonnan fújnak be, vagy nem tudom. Ez csak úgy szimplán egy puzzle, amit tehát én nem értek. Vagy úgy kéne összerakni ezt a képet, hogy mögötte azt lássuk? Hát ez nagyjából így lenne szerintem, de... Nem. Ez valami puzzle, amit nem értek szerintem. Ez nagyon-nagyon durván valami puzzle. Mi lenne, hogyha leengednénk a vizet? Ó, nem megy a víz, akkor nincsen víz. No way. És hogyha ez nem megy... Ó, és így meg tornádó van benn. Aha, jó. Szóval csináltunk tornádót. Csináltunk... nem kell nekünk az sem. Nem. Legyen egy nyugodt tér még mindig. Mindig nem nyílik. Mindent meg kell nézni. Most már tudsz nőni? Ezen növeszik, vagy ezen mit csinálunk? Csak úgy csapkodunk, ha igaz. Mindegy, hagyjuk. Ne csapkodjunk. De most már viszont nyugodt. Mi vagy, ha csak az egyiket engedjük meg? Eső, és így nő. Aha, kinőtt. Oké, hogyha nem engedjük meg mindkettőt, akkor nem árvíz van, hanem tehát csak eső. Na és így tudunk átmenni a következő szobába. Oké, jó, ahol... Kérem szépen, van. Meg kell nézni előbb az összes ajtót, nem? Van már rádió is. A rádió eltünteti a napot. Nem. Mi nekünk szerintem nap kell, nem. Most még nem tud nőni a nap miatt, oké. Eső. Szerintem ettől erősödik, megnő. Méghozzá mekkorára nő, nem lesz ez baj? Meg lehet, hogy ez baj. Picikét túl nagyra hagytuk, hogy nőjön. Mi történik? Hova kerültünk már megint? Ó, vissza oda, ahol kezdtük, nem? De csak úgy nagyon más. Ja nem, ez az a szoba, ahol voltunk. Visszamegyek, gondolom. Visszatértünk. Cső. Jó helyen... Forog valami hipnotizáló cucc. Jó helyen vagyunk? Szerintem jó helyen vagyunk. Hát ha ide dobott ki játék, akkor valószínűleg jó helyen vagyunk. Nem tudom, Lea Sophie, ez mindig is nagyon lineáris volt. Lucia, az első span. Nem fogja hagyni, hogy bárki tiszteletlen legyen a csapattal, vagy a kapitánya, mert ő nagyon büszke. Büszke. Jó Luciának, hogy ő... Hogy kerültünk ide abból a nagy házból? Ez úgy néz ki, mint a Visage-ből a kert. Megint ott van az alakzat, azt láttuk már mindenhol. Ez valakinek a műve, nem emlékszem, hogy kié. Jó, nem olyan nehéz puzzle. Értem, tehát körülötte, fölötte, alatta, balra és jobbra tőle megváltozik neki az állapota. Tehát vannak bekapcsolva és vannak kikapcsolva. És így megváltozik neki az állapota fölötte, alatta, balra és lent tőle. Kiraktam, ennyi volt. Ó, szia! Te hogy kerültél? Mikor kerültél ide? Ó, még egy kocka! Ezeket gyűjtöttük. Megint csak egy fura hang van benne, egy nagy bolygó van benne, vagy egy... Hát valami gizmó, nem tudom, az a cucc, amiben így beleülsz, és akkor megpörgetnek így a vidám parkokba.
És akkor összehányod magadat, mert tehát olyan gyorsan pörög. Kiszállsz belőle, és nem tudsz megállni két lábon, olyan szinten elszérülsz tőle, az olyan cucc. Igen, jó, emlékszem már rá. Rossz tapasztalataim vannak vele, azt kell, hogy mondjam, sajnos, de ez nem állít meg abba, hogy tovább menjünk. Egy kalózos poszternek a teteje, ahogyan elnézem, az alja. Mert hogy mi a baj azzal, hogy én játszottam sokat James-el? Meg hogy beszélgettem vele, hogyha már egyszer te nem tetted meg gyakor. You're the one who's useless! You cruel, one-eyed freak! What did you call me? Get away from him! You monster! Hogy kicsoda megbocsássál! Miért volt jelretek nagy a bro? Ez így nem lesz jó, ezzel valamit kell kezdenünk, basszus. Tűnt ennyi volt, nem? Most fogja alkalmazni azt a mechanikát, hogy lát minket. Oké, megyünk valamerre. Elbújunk itt, nem? De, szerintem elbújunk itt. Nem jön vissza. Vagy megyek? Brrrr! Szépen lassan végigmegy. Nem baj, én el vagyok bújva, én biztonságban vagyok, itt nem lát meg engem. Aha! Megyek tovább! Kell keresni még egy búvóhelyet, basszus, még egy búvóhelyet. Jobbra! Azaz! Itt benn! Fényt látok, az nekem pont tökéletes, pont előttünk megy el. Oké. Mekkora ez az izé! Jaj, ez itt tesz egy kört! Aha, jó. Körkörösen kell mozognunk. Mennyire van mögöttem? Mennyire kellett volna nekem ott elbújnom? Nem tudom, de... Nem ér utol, de hogy is ér utol, basszus, nagyon le van maradva. Bágy, ez le van maradva. Hát, Jesus! Nagyon el... Jó, nem baj, itt az elbújunk. Nem fogom tesztelni a szerencsémet, basszus. Szia, pont rám látsz, ugye nem fogsz benézni ide. Még egy ekkora egy vakbogarat, basszus, pont belát, de azért kihagyja a lehetőséget. Nem baj, követem neki itt a lelkeket, hogy mi a francokat hagyott itt el. Merre fele megy? Ez itt fog kijönni, basszus, ez itt fog kijönni. Mi a franc? Ez nem tudom, benne volt az eredetiben. A mechanikák nagy része egyébként nem szerepelt az eredetiben, csak ebben a remake-ben. Beszéltem valakivel, aki játszott az eredetivel, és azt mondták, hogy eléggé sok új dolog van ebben a játékban. Az felém jön! És akkor elmész már végre erre, vagy... Brr! Most ment el erre, oké, érzem, érzékeltem, jó. Most szerintem én csak szimplentet követem. Követem, gyakorlatilag most mögötte vagyok. Nehogy egyszer csak úgy döntsön, hogy lenyom egy 180-at, az megfordul. Nem döntött úgy. Lehagytuk, bátyát lehagytuk. Kullanak a fejek rám valamiért. Miért? Nem emlékszem ilyenekre. Ide elbújok. Nem, nincs itt. Nem tudom, merre fele néz. Bro, az vaksi. Nem tudom, merre fele néz. Tényleg, és elzárják azt a helyet, ahol volt a búvóhely, tényleg? Rak is kizerag, léjelzok félbe történik ilyen, máshol nem fix. Zöld, ments meg. És erre tovább, oké, erre tovább. Rapidan jön felém, oké, jó, akkor elbújunk ide. És paddal szembe, basszus, ide azért. Nem szívesen ülnék le. Ó, hogy ez így fog most menni? Na várják, követem én. Valahol kell lenni még egy búvóhelynek. Ott! Tegyél még egy kört. Megint menjen le oda, ahol az előbb voltál. Jó! Befutok. Minek jöttem én ide? Jó, megvan. Oké. Ja, franc. Kezdenek összeszűkölni a falak. De ez azt jelenti, hogy legalább nem lát engem itt bennem. Dere! Virág. Father, it's today. I know. I'm going to see her. Take care of the house while I'm gone. Did you get anything for James? It's his day too. I had to buy something for your mother. That's all I could afford. Tehát a feleség az meghalt James szülése közbe. Ugyanazon a napon van a halálának az évfordulója, mint amikor született James.
és feltételezem, hogy az apuka emiatt természetesen James-et okolja. Szerintem legalábbis itt az a sztori. Eléggé az jött le ebből eddig. Ki a front? Hogyha nem villogtatod a képernyőmet, megígérem, hogy segítek, jó? Ezt nézzük meg. Oh. A negyedik izé. Jó, ezt meghallgatjuk majd otthon. Segítek, hogyha nem villogtatod a képernyőmet, hogy segítsek? Hogyan? Hogyan állt? There's nothing left for us here. Itt hagyjuk? Nem tudunk el mit kezdeni, itt hagyjuk szerintem, jó? Tudom, hogy fáj, itt hagyunk, bocs. Is it over? No, Mr. Hardy. Mit vetít? Világító torony. Talán ugyanaz, mint ahol az írónk van. My spirits, as in a dream, are all bound up. My father's loss. Hmm. The weakness, which I feel. Jó, én szerintem lezárom ezt a fejezetet, ugyanis most már nem kaptunk kulcsot itt, ami azt jelenti szerintem, hogy fejezet vége van. Megtaláltuk azt a kis tekerentyűt is, amit a fonográfba tudunk rakni, vagy mi a franc volt az. Nem volt töltés. És itt is van a fejezet vége, tényleg. Breeze. Akkor, hogyha minden igaz, holnap fogjuk lezárni a Layers of Fear 2-t szerintem. Amielőtt belekezdünk itt ebbe az írós jelenetbe megint, én azt mondom, hogy ezt holnap szerintem folytatjuk, szóval. Holnap akkor visszajövünk majd megnézni, hogy mi a franc történik megint csak az írónál, valamint befejezzük szerintem a színészes témát, ugyanis ott is a végén járunk gyakorlatilag, az utolsó fejezet jön szerintem. Szóval holnap akkor visszatérünk majd, és folytatjuk. Csöztök, Ali. Bruh.